Ezek a képek a tavaly 31. alkalommal megrendezett speciális művészeti fesztiválon készültek Székesfehérváron. Idén Szekszárnak jutott az a szerep, hogy otthont adhasson annak a fesztiválnak, ahol sérült emberek mutathatják meg képzőművészeti, színművészeti, táncművészeti és zenei tudásukat a nagy közönségnek. A különlegessége az eseménynek az volt, hogy ez már a harmadik ilyen rendezvény volt Szekszárdon, 1998 és 2003 után azért látogatott el a megyeszékhelyre a fesztivál ismét, mert bebizonyosodott, hogy a szekszárdi emberek elfogadóak, mondta a város polgármestere Ács Rezső. Rengeteg ember mutathatta meg, milyen hatással van az élet a művészet. Így tett az Arpeggio Novo zenekar is, akik a fesztivál nyitónapján léptek színpadra. Asztalos Zsolt, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke azt mondta, a fesztiválnak az a célja, hogy biztosítsák a sérült embereknek a megjelenés lehetőségét, és bebizonyíthassák, hogy ők is tehetségesek számos művészeti ágban. Az elmúlt 10-15 évben nyitottabb lett a társadalom, szabadtérre is kivitték a fesztivált, ennek köszönhetően nagyobb sikere lett. Asztalos Zsolt így értékelte a Szekszárdon megrendezett speciális művészeti fesztivált. Az utolsó napokban elmondhatjuk, hogy sikeres és színvonalas fesztivál volt ez a 32. országos fesztiválunk. Többek között azért, mert az elmúlt évekhez képest a legtöbb résztvevő jött el, köszönhetően annak, hogy Tolna megyéből 6 intézményből érkeztek résztvevők, tehát így azt elmondhatjuk, hogy 46 intézményből 700 résztvevője volt a fesztiválnak. Ami nagyon fontos, a szakmai értékelések szerepe. A megjelent arcok, Radó Donis színművésznő, Csonka András színész, illetve Nádas György színész, valamint az Egyesület szakmai értékelői véleménye alapján az összegzésben leírásra kerül majd, hogy színvonalas produkciókat láthatunk, az elmúlt évek színvonala tovább növekedett, köszönhetően annak a szakmaiságnak, ami az intézmények munkájában megtalálható. És ami külön öröm számunkra, hogy a tapasztalatok és az elvárásaink nem csalatkoztak Szekszáron. Azt gondoltuk, egy kisváros sokkal inkább befogadó, mint egy nagyváros, és ez be is bizonyosodott. Többen voltak a színházteremben, és többen voltak a Prometheus parki rendezvényeinken, és köszönjük a Szekszárnak, a szekszári lakosoknak, hogy jöttek, megnézték, és a két koncerten pedig velünk együtt szórakoztak. A Speciális Művészeti Egyesület elnöke azt mondja, Szekszárnál alig van alkalmasabb hely arra, hogy egy ilyen fesztivált vendégül lásson. És Asztalos Zsolt szerint az sem véletlen, hogy a fesztivál ismét a városba látogatott. A kisváros jellegnél fogva szinte gyalogosan elérhető távolságban vannak azok az intézmények, a Babics Művési Központ, az étterem, a kollégiumok, a hotelek, amelyek, illetve a park, ugye, ahol a szabadtéri színpad van, és ez nagyon fontos volt. Fontos volt az, hogy Szekszárd hozzáállása a korábbi két fesztivál alatt is pozitív volt, az önkormányzat támogatásként nagyon sok mindent biztosított, illetve az, hogy már két alkalommal bebizonyosodott, hogy Szekszárd befogadó város, és bíztunk ebben, és ez így is volt most is. A résztvevők számos műsorszámban mutathatták meg tudásukat. Az egyik csoportvezetője azt mondja, örül, hogy részt vehettek a fesztiválon, mert remek élmény volt nekik a Szekszárdon eltöltött 5 nap. Ez egy nagyon jól sikerült fesztivál, nagyon jól érezték magukat a lakóink és a dolgozóink is. Tavaly ugye mi Székesfehérváron rendeztük a fesztivált, akkor nagyon elfáradtunk, de most ez egy másfajta kellemes fáradtság volt, ami feltöltődéssel töltött el minket. Mi 3 előadással készültünk, nekünk egy színpadi táncprodukciónk volt, énekkar és egy versmondónk. Mindig megnéztük ugye a más csoportokat, amiből azért tanulnak a lakóink és a kollégáink is. A szabadtéri programokon is részt vettünk, az esti bulikban is részt vettünk, úgyhogy mi mindent kihasználtunk, amit lehetett ezen a fesztiválon. Farkas Judit azt mondja, azért jó, hogy van egy ilyen fesztivál az országban, mert így rengeteg dolgot tanulhatnak azok az emberek, akik részt vesznek rajta. Óriási fegyelmet
Tehát tényleg az, hogy mások hogy viszonyulnak ehhez ezekhez a helyzetekhez, megtanulják azt, hogy mások hogy adják elő, tanulnak mások hibáiból, és tanulnak a saját hibáikból is, fejlődnek ezáltal, és sokkal könnyebben alkalmazkodnak az ilyen váratlan helyzetekhez. Alapvetően én, mint koreográfus veszek ugye a csoport életében részt. Én a telephelyet egyébként vezetem, annál az intézménye, ahonnan jöttünk, és a mindenfajta koreográfiát, amiket megnéztem, tényleg lebontam a következtetéseket, hogy mi az, ami jól néz ki a színpadon, mi az, ami kevésbé előnyös a színpadon, és ebből lehet építkezni ugye a következő évekre.